Üdvözletem minden a keletiből. Ismét egy vonalbejárós túra lesz. Most a 84-es vonalra fogok menni, és Kistelenyétől indulva elkezdem bejárni. Aztán meglátjuk, hogy meddig. De mivel a keleti le van zárva, ezért vonatpótló busszal kell menni 60-ig, és ott átszállva egy vonatra, ami a kis szerencsém van csörgős lesz, el tudok menni Kistelenyéig, és Kistelenyétől pedig a 84-esen sétálok, ameddig bírok. Meglátjuk, hogy meddig jutok, meg hogy az időjárás milyen lesz. Most éppen nem esik, de be van borulva. Aztán ugye bármikor esett az eső, lehet, hogy napsütéses idő lesz, nem lehet tudni. És össze-vissza fúj a szél is, tehát nem tudom, hogy merre forduljak, hogy ne legyen szélzajos a felvétel. Hát mindegy, most éppen elsétálunk oda a lokomatív elé, ahonnan a vonatpótlóbusz indul, aztán végül is akkor irány 60, 60-tól pedig Kistelenyéig már vonat. Tartsatok velünk! Én csak beszéltek, közben megérkeztem a pótlóbusszal 60-ba, és nézzétek, mi van mögöttem, ezzel fog tovább menni. Klasszik csörgő, két hagyományos hőnékocsiból, nagyon jó, de hát végre, és akkor sikerült kifogni a csörgőset, ahogy úgy én mellett, ugye most szerencsém volt. Így körülbelül egy olyan 15 perc múlva ez fog tovább menni Kistelenye fele. Ki végre. Hűszik motor hangját hallgassátok. A hagyományos BHV kocsik a műből ülésekkel. Videó is készül. Reményeik szerint sikerül is fog végig felvenni, legalábbis Kistelenyéig. Thank you.
miközben akkor megérkeztem Kistelenyére. Így néz ki az állomás, itt van egy gyalogos felüljáró a túloldalra, nyomó kikészített betonaj, és arrafele van Salgótarján, megy a Somospirúj falu. Érdekesség, van kiállítva, hogy meg egy kézi hajtány, mert van egy ilyen motoros pályamesteri VFT kocsi. Egyébként az másik érdekesség ennek az állomásnak, hogy a Viszkis filmben itt forgatták le a biharkeresztesi jelenetet, amikor ugye megérkezett a tehervonat alján, az ezen az állomáson volt. Csak a táblát cserélték ki ebből a biharkeresztesre. Nézzétek, ez a másik kiállították. Na ezzel is mennyivel gyorsabban végig lehetne menni a vonalon egy ilyennel. És ez ráadásul azt mondja, hogy motoros is. De ez nem semmi, na, ezzel kéne végig menni. És akkor nézzünk csak be a vádótelembe. És itt? Hát itt semmi extra. Még menetlen sincs. De ott van egy hangos bemondó. Ja. Hát igen, az egy cigahát. Közben egyébként bömböl a cikányi fél odakint. Ott mennek a talpáknál, vagy ez a vétebe. Ez pedig egy utas ellátó volt szerintem, vagy ami resti. De úgy tűnik, mintha nyitva lenne. Nem, de én az első vágányból fog kiágazni a 84-es, majd azon fogok menni. Majd megnézem az utcafrontot. Ezt nézzétek, itt van az utcafrontja az álmos épületnek. Egy nagyon szép épület ez. De van még szolgálatod benne, úgyhogy remélhetőleg egy darabig meg is fog maradni. Emeleti részen szokás szerint szolgálati lakások vannak. Hát azt nem tudom, hogy lakott-e vagy sem. Arrafele van még egy raktárépület. És gyakorlatilag ennyi az egész. Az látszik, az a fehér melléképület az volt a WC. Ez pedig szerintem egy víztorony volt. És nagyon érdekes egyébként ez is. És szerintem itt is szolgálati lakások vannak. És ezt még el tudom képzelni, hogy még lakják. Azért van, ahol tényleg fel vannak újítva az ablakok, meg látszik, hogy ugye van kint puskátli vitát itt. Ha nem is mindegyiket, de szerintem ezt még lakják valamelyiket, de ez biztos, hogy vasúthoz szarcolott is szolgálati lakások voltak. De egyébként, ahogy látjátok, az állomás az alakjelzőkkel biztosított, és ott van egy őrhely, és egy teljes sorompó. Egyébként a 81-es vonalon ez jellemző volt most, ahogy jöttem, így figyeltem, hogy nagyon sok helyen vannak vétekedő sorompók. Biztos, hogy van egy-két hely, ahol csak emiatt van meg a szolgálat. Hát, meglátjuk. De hát itt is látjátok, hogy tekerős sorompó. Egyébként még azt megtudtam, hogy a 84-esen ma nem lesz tehervonat, úgyhogy nyugodtan lehet rajta menni. Viszont szokott lenni, tehát olyan, hát nem is heti rendszerességgel, de van. És általában olyan hétvégente. De hétköznap is előfordul, hogy megy, tehát van, és gyakorlatilag a középső szakaszán a 84-esnek nincs forgalom, de Kálkáponna felül és elég messzire bejárnak a tehervonatok. Innen pedig Mátra Mincentig. Hát amit a múltkori videóban mondtam, hogy a homoktelenjeiben, hogy az a fatelep, igen, és valóban azt szolgálják ki. Hát itt látjátok, hogy van egy vágány végejel, hát az első vágányra a lakótóra vonatkozik, ez a járatatlan pályarész kezdete. Gondolom, az egy vörös négyzet lesz. De mindjárt megnézem a túloldalát is. És valóban, hát látjátok, hogy itt kezd elveszni a gazba. És ott jött el mellette, ott volt az ütközőbakja. Lássátok, feleimára van az állomás, és ott még van egy olyan hely, onnan a sorompót kezelik. Meg valószínűleg egy-két váltót is. És egyébként itt van egy teljes sorompós útátjára. Látjátok, most egy darabig nem fog onnan jönni, úgyhogy most fel van engedve a sorompó. És ott arrafele, ott van a 84-es. Itt meg éppen elhalad egy disznó, 458-as disznóbusz. És ezt nézzétek, van itt még egy pár losdás vágány, ami nem tudom mire vélni, hogy ez hova megy, mert ez nem a 84-es, ez az biztos. Ott pedig van egy ilyen régi légóbunker, ugye ilyen lőállás, ezt teszik, több vasútállomáson is mutattam már hasonlókat, és a Szegen azt hiszem ott is láttam ilyet, meg Pécelen is, még a régi Pécelen. Meg hát még elég sok helyen. Hát nem tudom, hogy ezek a sinek hova vezettek. De látjátok, itt még oszlopok is vannak. Tehát itt biztos, hogy volt valami. Hát nem tudom, viszont a 84-es az meg ott távolabb ágazik ki. Ezen a placon lehetett valami, mert itt az elég sok vágány van.
És nézzétek csak meg, hogy itt a gazba is. Itt vannak vágányok, tehát most ha így nagyon tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy volt itt valami mozdonycsoly, hogy fűtőház lehetett itt, vagy olyan mozdonyszín, vagy ilyesmi. Mert valami kisebb, és akkor annak a vágányai vannak itt, de hát nem tudom tippelni most, nagyon nem tudok, hogy itt mik lehetnek. És itt van még egy vasúti épület, amit szerintem laknak, úgyhogy ugyanúgy elég ennyi, és ne is piszkáljuk őket, mert nem tudom, hogy adulnak-e neki, vagy sem. Hát mindegy, akkor ezt majd ennek később utána nézek, hogy mi volt itt. Ugye, akkor most koncentrálok a feladatra. A 84-es vonal bejárása, ami ugye itt ágazik ki, itt van a váltó. És ez már itt a 84-es, és ez még KK-Polna fele. Egyébként 55 km hosszú ez a vasútvonal. És egyébként teherszállítás szempontjából még ma is aktív. Mondjuk, ha a sinkoronát elnézem mondjuk, de hát ezen által van rendszeresen teherforgalom, hát mondjuk azért valamilyen látszik is, hogy nem teljes elrosdás. De megnézve a mellette lévő másikat, a 81-eset, ami teljesen fényes, azon látszik, hogy azon ugye naponta több tucat vonat is átmegy. Ezen meg, hogy tudom én, havi vagy heti egy, tehát azért a különbség az látszik. És akkor ugye haladjunk tovább, aztán majd meglátjuk, meddig sikerül ma bejárni. És akkor ez már a 84-es vonal. Ott látszik a távolban az 5-ös szelvénykő, tehát ez az 500 méter. Eddig annyit haladtam már rajta. És ez pedig itt mellettem a 81-es, ami mai napig aktív. És itt kanyarodik el tőle a 84-es, itt ágazik ki, és ti azt jelenti, hogy 54,5 kilométerre itt KK-Polnánál ér véget, ahol a 80-as fővonalból ágazik ki szintén. És hát akkor haladjunk csak szépen előre. Egyébként 10 km környékén van Mátra Vincent, ahol az előző vonalbejárásnál kezdtem. Tehát addig mindenképpen el szeretnék jutni. Már csak azért is, mert onnan már biztos, hogy van busz. Jó, még nem titol is van. Sőt, ott még közelebb is van Budapest az ilyen szempontból, hogy ott oda megy közvetlen busz Mátra Vincentre, meg nem, de... De hát minden esetre, ugyanőre, megyek, ameddig tudok. Aztán meglátjuk, hogy meddig sikerül. Egyébként látjátok, hogy karban van tartva a pálya, és ugye jelenleg is üzemel, tehát teherforgalom az van rajta. És a felépítményt is látjátok, hogy azért nem olyan rossz ez, tehát betonaljak és 48-as sinek, tehát itt személyszállítást is vissza lehetne rajta állítani, szerintem. Ez pont az a vonal, amiért kár, hogy bezárták, mert egy jó menetrenddel itt megélne az is. Tehát itt főleg az volt a bezárásnak az egyik fő oka, az alacsony utasszámot az idézte elő, hogy olyan menetrend volt, ami hogy az egyik végén sem csatlakozott semmilyen vonalhoz. Tehát itt gyakorlatilag volt, amikor több órát is várni kellett, hogy tovább tudja az ember utazni. Különösen KK-Polnánál volt ez a direkt utas szivatós menetrend, ezt nem lehet másnak mondani, mert ilyet nem lehet véletlenül csinálni, hogy megérkezett a BZ KK-Polnába, és előtte a BZ megérkezés előtt menetrend szerint kb. 5 perccel ment el a gyorsvonat, amire ugye át lehetett volna szállni, vagy amire át lehetne szállni a KK-Polnába, és ez másik irányban is így volt, hogyha mondjuk 5 percet várt volna még a BZ, mielőtt KK-Polnáról kiindul, akkor a gyorsvonaton, amik beérkeznek, meg a személyvonatokra át lehetett volna szállni. De nem, tehát ez nem lehet más mondani, mint azt, hogy utas leszoktató, vagy szivatós menetrend. Tehát, és ezt ilyet csak szándékosan lehet csinálni. Tehát ezt nem lehet megindokolni, semmi ilyen rasszionális indok, hogy ezt még így kellett csinálni. Tehát, hogy még véletlenül is legyen utas, tehát ez a minden megteszünk, hogy ne legyen. Úgyhogy... Ez nem tudom, de haladjunk. Csak itt van egy átteresz. Eddig sikerült eljutni. Hát itt valami csatorna, vagy valami hasonló lehet itt. Amit ugye a vasút egy ilyen beton átteresszel, de egyébként ugye ezt a csatornát már még ott van.
nem távolodtam még ennek nagyon a 81-estől se, tehát egy ugyanilyen átövesze van ott is a pályának. És akkor ezt nézzük, de kicsit haladtunk, és itt van az előjelzője, ez már Kistelenyének az előjelzője. Yeah. És volt egy szép nagy ív a pályába. És egyébként itt nézzétek meg a kilátást. Na, mi mindig Kistelenyén vagyunk. És hát ilyen hol kisüt a nap, hol beborul, de egyébként ilyen érdekes idő van, viszont legalább hideg nincsen. És ez itt egy érdekesség, ez egy átjáró, ami a semmibe vezet. Ezt megnézem közelebből. És hát így jobban megnézve nem is a semmibe vezet, mert van itt egy földút. És csak azértnél van leaszfaltozva itt az ölhelynél. Vagy hülye végig az átjárónál van leaszfaltozva, milyen ölhely. Az már volt a váltókezelő ölhely. És itt kapott egy aszfaltos burkolatot. Maga az út átjáró. Az út lenne. Most ott is van egy épület valamilyen. Szerintem az is a vasúthoz tartozott, de majd, hogyha odaérek közelebb, akkor megmutatom. Ezt se tudom itt mire vélni, viszont szerintem itt is valami jelző maradvány volt, plusz még itt a vonóvezetéknek a tartói is megvannak, tehát itt valószínűleg, és jól látom, ott volt egy váltó. Kiágazott a vonalból, az érdekes, akkor valószínűleg itt volt egy nyílt vonali kiágazás, és azt fedezte itt valami. És akkor az valószínűleg az épület is egy váltókezelő hely lehetett. Na nem mindjárt közelebb megyek, és akkor kiderül. Az érdekes, mert erről nem tudtam, hogy itt iparvágány is volt. Meg hát akkor ugye adott a kérdésre, hogy az hova vezetett. Vagy hova vezet, hogyha még megvan. Ezértek a tetőről csepeg a víz, úgyhogy nem is megyek beljebb, mert ki tudja, hogy mennyire masszív az épület. Az ablak be van deszkázva, azt se igazán értem, hogy miért. De egyébként valóban van itt egy kiágazás. Amire szintén nem tudok semmit. Majd esetleg meglátjuk, hogy hova vezet. De egyébként valószínűleg itt egy váltóállító őrhely volt. A váltónak meg itt kellett valahol lennie. Hát, aztán nézzük meg, de... Aha, az a nyomai megvannak. Viszont az állító lehet, igen, az igen kiszögelve. Itt volt a váltó. És érdekes, igen, itt a vágány, és van neki egy védőcsonkája is. Biztos valami iparterületre vezetett. Mert régebben erre voltak kőbányáktól kezdve minden, tehát lehetett bármi, ezért csak egy nyílt vonali lakodó volt, de egyiket látjátok itt. Ez a földkúp, ez a védőcsonkának a vége. Tehát ami annyit jelent, nem mutatom, hogy ugye ott volt a másik, tehát ott lehetett visszajönni itt a fővonalba. Rágazik, és akkor itt volt egy védőcsonk, hogyha esetleg túlszalad valamit, tehát ha véletlenül nem jól áll a váltó, vagy valami egyenes, akkor még hát ennyi még van, hogy majd meg tudjon állni, tehát ez évják védőcsonkának. Meg hogy ide fusson ki, hogy megfutamodott kocsi van, akkor még ide. És akkor nem megy ki a nyílt vonalra, hanem ezt fogja meg ez az ütközőbok. Tehát ilyenekre használták. Azért pontosan, de egy darabig úgy látom, hogy mellette fut párhuzamosan, tehát legalább a bejárással nem lesz gond. Na még valamennyi sínhiány is van. És egyébként még azt el tudom képzelni, hogy ez tervszerű bontás volt, hogy a PFT szedte föl. Ezt az egy sínszálat kiemelte, hogy biztosan ne jöjjön erre semmi. És látjátok, itt van a védőcsonka rendesen, ez egy talpás. Ott a biztonsági határjelző. Ugye ez a szerelvények miatt fontos, hogy itt kellett megállítani. Mindenképpen, mert ez volt az utolsó pont, amikor még elég messze van a két vágány egymásra ahhoz, hogy ne lógjon az űrszelvénybe a két szerelvény, tehát így biztosan nem fognak összeütközni, meg súrolni egymást, hogyha mondjuk két tehervonat itt áll félre, és akkor ugye a vagonok ne érjenek össze. Hát, látjátok, tovább még itt megy párhuzamosan a másikkal, úgyhogy legalább így a bejárás rendben, ez gond, közben meg kisütött a nap, és egyre jobb idő van. Nem baj, maradjon is így egész nap, és akkor nem lesz ebből probléma, meg akkor zökkenőmentes lesz a bejárás. Legalább lesz egy vonalbejárás, amit nem szakadó esőbe csinálok. Na, jelenleg itt állok ezen a vágányon, és itt megvan a gazba egyébként így, és én mutatom, hogy lássátok, hogy itt van. Erre felé is így jön tovább a gazba, viszont itt nem tudom, hogy merre megy tovább.
Egyébként van valami csatorna itt mellettem, tehát azonban másra valahol hídon át kell, hogy menjen. De még az sem. A másik vonal meg elkanyarodik arra, úgyhogy nem tudom, meddig van ez itt, úgyhogy ezt most nem járom be, visszamegyek inkább a fővonalra. Aztán akkor csinálom azt, mert ez így... Hát ez bizonytalan, hogy ez hova megy és, még, és meddig. Meg ha egyáltalán mennyi van meg belőle. Na majd utána nézek valahol, hogy mi akart ez lenni, és akkor... Hogyha találok valamit, akkor azt elmondom nektek. Itt azért elég szép nagy gaz van, de ez még nem veszélyes. Szóval gyorsan utána googliztam, és akkor némi infót megtudtam erről a vonalról. Az ából itt ez egy Rákóczi bányára vezető, úgymond a tiparvágány volt, így piparvasút elszállításra használták. És megnéztem a Google utcaképpen, ott a 23-as főút ott a háttérből az autók mennek, az látszik, hogy ott ment, és az átjáróban már ki vannak szedve a sinek, viszont látszik a mindkét oldalt némi maradvány, tehát lehet, hogy valameddig ezek még megvannak. Kint egy ilyen pár kilométer hosszú iparvágány lehet, hát majd egyszer, hogyha legközelebb erre járok, akkor majd be fogom járni. Tehát most nincs most arra idő, meg hát ez bizonytalan, nem tudom, hogy van, és akkor is úgy lehetne, hogy itt az úton valahol, ameddig lehet eljövő busszal, és akkor utána onnan, az útátjárótól követem befele, ameddig lehet. Hát azért is bizonytalan, mert ki tudja, lehet, hogy csak pár száz méter van meg belőle, vagy még annyi se esetleg beépült már a területe, és akkor ott már vagy magánterületen vezet keresztül, és akkor meg hatalmasakat kell kerülni, hogy ne tud járni, és az zajon. Hát most így bizonytalan, mert lehet, hogy jó pár órát eltökölök vele, és igazából a semmiért, mert alig találok valamit, ami érdekes lehet. Akkor viszont inkább megyek ezen tovább, amit tudom, hogy végigjárható, tudom, hogy lehet rajta menni, és hát minél messzebb eljutok, annál jobb. Mert az biztos, hogy ezt nem lehet egy menetben. Hát illetve hát most ahhoz nagyon korán itt kellett volna legyek, hogy ezt egy menetben letoljam, mert hát 55 km az nagyon sok. Tehát még a Kecskemét-Fülöp szállásnál tervezem azt esetleg, hogy az csak 34 km, illetve hát ugye Kecskemét alsó és Kecskemét között van 4 km, tehát igazából csak 30. Hogyha csak azt számolom, hogy addig végig menni, és azt még le lehetne nyomni egy menetbe, de már az is húzós lenne. És azt is csak ilyenkor, ilyen időtájban, amikor sokáig van világos. Ugye, de hát, közben átjutottam ezen az íven, most egy darabig egyenes lesz. És valamikor ott majd arrafele fogok belefutni a 23-as útba. Hát addig meg csak egyenesen tovább, aztán hajrá, haladjunk. Igazából ott olyan 60-as szelvén környékén lesz egy állomás. Meg egy végig megszűnt megállóhely majd az 500-as vagy az 50-es környékén. De hát annak nem valószínű, hogy bármi nyomát megtalálom. Úgyhogy 7 km viszont ott van Nemti, úgyhogy nagyjából a 70-esnél, ami egy még meglévő megállóhely. Na ott már látszik, hogy hol van az átjáró, ahol mennek át az autók. És hát látjátok, erről jöttünk, és itt már mellettünk a 23-as út. Egy darabig azt hiszem ezzel párhuzamosan fog a vasút is menni. Itt van egy fénysorompó sátjáló, ja, látjátok, AS27, tehát ez egy automata sorompó. Üzemel is, ott van a kiszámlálási pont, ott kicsivel arrébb, gondolom a behatási pont is volt, csak nem figyeltem és nem vettem észre. De hát haladunk. És látjátok, ott egy útjelző tábla, hogy Pétervására fele megyünk. Bátony terenye, kis terenye meg Amarra van. És hát ott volt Nagy Bátony is egyébként. A Nagy Bátony meg arra. Ott a 81-es vonal mellett. És akkor át az útátjárón és irány tovább. Felépítmény változatlan. Diósgyőri 48-as sinek. Betonaljas 48. Hát ja, igen, 48-as. És ugye azt is megmondom, hogy milyen betonaljak vannak itt. Hát nem mondom meg, mert itt nincs kiírva. De amúgy szerintem ellen így ránézésre. De hát majd kiderül. Egyen, de megyek tovább, aztán meglátjuk, hogy meddig sikerül eljutni. És ott látjátok, ott előttem ott fordul el arra, merre az út is megy.
Nézzétek, most vagyunk körülbelül a 39-es szelvénybe, és itt van a második útátjáró. Ez egy biztosítatlan, csak András keresztes, ez egy földút. Ami, hát illetve innen már is van aszfaltozva. Még mindig ott a háttérben a 23-as főút, tehát nagyon a vasút tőle nem távolodik el. És van egy átereszt, mert megyünk tovább. És egy darabig megint egyenes lesz. Szerintem most hagyjuk el a főútat. Aha, hát itt van valami csatorna. És annak az áteresze. És igen, és ott a 39-es szelvénykő innen már látszik. Úgyhogy már majdnem 4 kilométer a haladás, és egész jó tempót jöttem eddig. Igen, hogyha ez a óránként ezt a 4 kilométert tudom tartani, akkor még van 3 óra, akkor addig 3 óra alatt még 12, tehát 16 kilométerig el tudok menni. Mondjuk úgy 16 óráig. És az már úgy egész jó tempó. Ma azt hiszem, hogy Restől, amit megnéztem, 26 kilométeren van onnan, olyan 16-20 környékén megy az utolsó busz vissza, úgyhogy addig már fogok tudni így elmenni ezzel a tempóval. És sokkal gyorsabb tempót nem is tudok menni. Viszont olyan 20 kilométer környékén volt egy másik megálló, amikor sétálni, nem jut eszembe a neve. Onnan még szintén ilyen 16 körül megy busz, tehát az meg lesz. Hogyha ezt a tempót azt ugye tartom addig is. És egyébként még egy kilométer, és akkor az első megállóhelyig is eljutok. Aminek nem biztos, hogy bármilyen nyoma még megvan. De hát majd meglátom, ha odaérek. Ezt nézzétek. Haladunk tovább egyenesen, és itt van egy 20-as lassú jel. És erről jöttünk, hát innen a... Már ilyen kb. 200 méter óta ilyen egyenes a pálya. És innen kezdődik valahol a lassú menet. Hát eddig okát nem látom, hogy miért, de az majd kiderül. És ha megnézitek a sinkoronát, itt azért már jobban látszik, hogy van itt vonatközlekedés, tehát nem rozsdás, hanem itt, hát nem is teljesen fényes, de nem is az a full rozsda. Aha, és ezt nézzétek meg. Vasaljak. Tehát, ez ritkaság. Magyar vasadon akarnak mondom, mert a vasaljakat én utoljára, meg szerintem nagyon máshol nem is láttam, az a tápiószecsői honvédségi iparvágányban láttam vasaljakat. A 42-es személyben viszont még vannak. És még arrafele is, tehát úgy tudom, hogy nem vált be ez a konstrukció, de nagyon kevés ideig kísérleteztek vele, de nem vált be, tehát nem nagyon használják. Viszont itt még megvan. Nézzétek meg! Hát ez mindenképpen ritkaság. Újabban használnak vasaljakat ilyen íves pályákban, de azokat Y-ajnak hívják, mert az ilyen Y-alakú megtámasztás, az is vasból van. A Budapest-Esztergom vonalon ott Pilisvörösvár környékén használják például, ott ilyen van. És azok új beépítésűek. Más pályáról nem tudok, ahol ilyen Y-aljak vannak. És itt van még egy átedesz, aminek ellopták a korlátait. És ott a távolban látszik, hogy a vasútvonal az ugye követi a közútnyomvonalát véletőleg. Viszont ezek a vasaljak, ezek annyiban jók, hogy ezeken sétálni sokkal kényelmesebb. Meg ritkábban is vannak egy kicsit. Meg a felülete az egyenletes, úgyhogy ezen könnyebb sétálni, mint a talfákon, meg a betonaljakon. De valószínűleg ezek miatt van kint a lassú jel. Lehet, hogy már... Hát jó, hát azért... Rosdanyomok látszanak rajta, de hát az nyilván a sinen is van, tehát lehet, hogy nem biztos, hogy az a baj, hogy elrosdásodtak teljesen. De... nem lehet tudni, hát a vasaljakról túl sokat nem tudni, viszont az... azért sincsen sok a magyarországi vasúthálózatban. Nézzetek meg, megint itt pont egy ilyen keresztaj van itt ilyen illesztéseknél. És volt 1935, tehát ez egy 1935-ben legyártott és lerakott vasalj. Tehát azért sincsen ezekből sok, mert nem váltak be.
Én pontosan mi volt velük a baj, azt nem tudom. De ez a lényeg, hogy volt. Kipróbálták, kísérletezgettek vele, és nem vált be, aztán felhagyta fele. És akkor látjátok, itt van még egy átjárás, és eddig tartott a vasaljas szakasz. Ott azután, a négy talfa után meg megint visszatérnek a betonaljak. Csak hogy nézzétek meg errefele, egyenesen. És ismét így nagy vonalakban a közútat követi a vasútvonal, úgyhogy jönk, és kb. Az 50. szelvényben vagyunk. Hát eddig egészen pontosan 50 haladta, és ez itt egy behatási pont volt. Vagy még most is az? Nem, ez még most is az. Hoppá, és visszatértek a vasaljak. Ide azért elég sokat letettek akkor ezek szerint. Nem láttam még olyan pályát, ahol ennyi vasalj van. Na de hát akkor megyünk tovább. És itt is valami jelzőcsonk vagy oszlopcsonk vagy valami hasonló lehetett, és ez viszont már az útátjáró, az AS54-es. Ezt a fénycsorompós átjárót jelezte. És egyébként eddig is vasaljas volt a pálya. Viszont itt az útátjáró, mert betonaljas, aztán valószínűleg ismét visszatérnek a vasaljak, de hát ez majd kiderül, hogyha odaértem. Itt még három talpa is van, és itt van az átjáró, szerű fénycsorompós. Itt van valami csatorna mellettünk, amit most elkerül a vasút, és itt egy távíró pózna. Ez valamiért megmaradt. Akkor de mindjárt fénykép is fog készülni. Nézzétek, van ott egy épület a sinek mellett, ami szerintem az egyik megállóhelyhez tartozott. Itt a vasútállomása ponton azt írja, hogy volt egy ravaszjuk, meg egy Ilona bánya megálló. Az egyik a 5 km, a másik 6-nál, tehát hogy ez most melyik, ma az 51 szervét most hagytam el. Az jó kérdés, de szerintem ez az épület az a megállóhelyhez tartozott, viszont úgy tűnik, hogy laknak benne. Hát igen, ez az épület, ez lakott volt, azt nem tudom, hogy legálisan vagy illegálisan, de három kutya is volt ott. Ráadásul szabadon, úgyhogy inkább kikerültem majd évben. A lakó itthon volt, de nem mentem, most már inkább közelebb. Viszont biztos, hogy vasúti épület volt. Videózni nem tudtam, csak fotózni. És egyébként itt vagyunk már Nemtibe. Majd itt mindjárt itt lesz egy bekötő út befele. Majd ott visszamegyek a sinekre. Itt majd nagy évben elkerülve ezt a helyet. És ez biztos nem a Nemtibe megálló volt. Ez valamelyik szerintem az Ilona bányai lehetett. Nagyon is érdekes, és mert gyakorlatilag ez már nem ti, tehát itt van a tábla, mindjárt figyeljétek. És ezt nézzétek, véget ért a vasaljas szakasz. És egyébként az épület az ott volt. Ezen az azért bozótoson keresztül másztam vissza a sinekre. Úgyhogy most már haladunk tovább. És akkor itt vagyok Nemti megállóhelynél. Látjátok, hogy egyszerű kis megálló, épület minden nélkül, táblás megállóhely. Egyszerű, kavicsa a feltöltött peron, nincsen túl bonyolít volt. Még egy távíró pózna is megmaradt. És egyébként a falutól ilyen közel vagyunk, hogy látjátok, hogy itt a túloldalán már utca van lakóházakkal. És jelenleg éppen az összes kutya fellálmázta egymást. Úgyhogy zajlik itt az élet, mondhatni. Mostanában valószínűleg nem láttak erre senkit. És egyébként azt hiszem a város központ az ott befele van, de az sincs annyira messze. És nézzétek, itt van a megállóhely. Mert még a táblája is megvan. Hát mindjárt nézzük a többit is. Na, nézzétek itt. Sikerült elhagyni Nemti megállót, ott van egy útátjáró, sima biztosítatlan. Mellette ugye villanypásztor a körbe kerített valami, itt viszont van egy híd, ami átmegy valami patakon. Ennyi. Arrafele még egy gyaloghíd is van. És itt a töltés egyik részét meg egy villanypásztorral körbe kerítették. Érdekes, hát ugye nyilván a hídon talpfák vannak, itt viszont megint visszatérnek majd a betonaljak. És egyébként Nemti megállóhelyig vasalj volt. Persze, tehát ennyi vasaljat én még egy pályában nem láttam. Most itt visszatérnek a betonaljak ismét, ki tudja meddig.
De hát akkor irány tovább. Még 3 kilométer és ott vagyok Mátra-Mindszenten. Na akkor ezt nézzétek. Itt ér véget a vasaljas szakasz. Ott egy behatási pont. A vasaljas szakasznak a vége. Innestől kezdve vált alfa után betonaj. És ott még lesz egy András keresztes átjáró, hát Verdi szelvényben. Viszont valahol kicsivel később ezek szerint lesz egy fénycsorompós is, mert fénycsorompó behatási pontját megtaláltam, tehát... Még én körülbelül 1 kilométerre már elhaladtam Nemtitől. Aha, látjátok, itt van. Ez egy behatási pont. Valahol elfelé... Na, és akkor ennyi. És akkor visszajött a vasalj megint. Érdekes ez olyan vonal, hogy ennyi vasalj van benne. Valószínűleg ez volt az, ahol próbálgatták ezeket a vasaljakat, hogy hogy válik be, meg hogy nem. De érdekes, hogy benne hagyták. És akkor ezt nézzétek, itt vagyunk a 83-as szelvényben, egy fénysorompós átjáró. És itt folytatódik Mátra-Mindszent fele, és itt még sínszálak is vannak kirakva, valószínűleg cserére. És igen, és arról jöttünk, ott van egy átad eszembe oldalt is van egy. És egyébként azt még nem mondtam eddig, de az is információ, hogy már Mátra-Balláig van Kárkápolna felől teherforgalom. Kistrenje felől meg Mátra-Mindszentig, viszont a teljes vonalon rendszeres a karbantartás, tehát UDJ-vel meg egyéb PFT-s gépekkel is rendszeresen kijárnak rá, és javítgatják, ahol kell. Tehát vigyáznak erre a vonalra, mondhatni. És akkor most megérkeztünk egy erdei szakaszhoz. Na, eddig ilyen még nem volt. Vonalbejárásnál. És még mindig vasaljak vannak. És szerintem úgy Mátra-Mindszentig akkor kb. Ez az erdei szakasz lesz. Viszont mivel ez egy karbantartott pálya, meg vigyáznak rá, ezért valószínűleg járható végig. Hát érte biztos, hogy járható, mert eddig használják. De hát nem lesz itt azért bozótharc, meg itt dzsumbuljon való áthatolás. Viszont legalább kellemes árnyékos idő lesz itt az erdei szakaszon. Úgyhogy ezzel mindenképpen jól járok. És hát mondom, egy olyan körülbelül hát max 2 kilométer, és megérkezek Mátra-Mindszentre, ahol ugye kiágazik homoktelenye fele az iparvágány, ami már ugye járhatatlan, hát arról is volt nem is olyan régen bejárós videóm. Hát akkor csak előre. Hát itt látjátok, itt egyenes, és hoppá, és az ott már egy fényjelző, tehát az már a bejárati jelző. Akkor lehet, hogy Mátra-Mindszent nincs is annyira nagyon messze. Már lehet, hogy az még csak egy előjelző. Hát mindjárt kiderül, hogyha közelebb megyek. Látjátok, hagyományos fényjelző. Hát lekopott, de szerintem ez egy előjelző lesz. Egy biztosítatlan átjáródól is, vagy azt is jelez a 88-as szelvényben. Hát, és Mátra-Mindszenten biztosítottak voltak, tehát az nem az lesz még. De hát akkor az állomás közelebb van. Előjelzi, aztán utána hamarosan jön egy főjelző, tehát itt a max. 1 kilométer, azt ott vagyok. És itt van vége az erdei szakasznak, hát nem tartott sokáig. Mellettünk már közút, vasút pedig megy tovább nyílegyenesen. És ott lesz mindjárt a 88-as szelvény. A átjáróval sima András keresztes, földutas, mezőgazdasági célokra, aztán másra nem használják. És lépegetek tovább a vasaljakon. És akkor ezt nézzétek. Itt vagyunk már Mátra-Mindszentnél. Itt még van egy távírósztop, még vezeték is van rajta. Érdekes, itt még egy SR2-es fénysorompó. Igen, állomási kezelésű. És itt van egy őrhely, ami szerintem lakatlan. De valószínűleg ez egy sorompó kezelő őrhely lehetett régebben. Hát mondjuk le van láncolva. Bár még van kuka is, tehát lehet, hogy nem lakatlan ez mégse. Már mondjuk nehéz így megmondani. És tartozik hozzá egy melléképítés, és látszik, hogy, azért, hogy van rajta ilyen T-homos antenna, tehát valószínűleg akkor mégis csak lakott lesz. Padlás feljáró. És van még gyűrű kötöttő is, tehát be van kötve a villany is. És akkor ezt nézzétek. Megérkeztünk Mátra-Mindszentre. Ismét. És látszik ott
Már van bent a fatelepen egy fával lakott teherkocsi. Tehát itt azért még van teherforgalom, ideig eljön a termonatok, és ezért is valószínűleg holnap már jön érte valamilyen dízel mozdony, amelyik ezt elviszi. Isten ennyi fele legalábbis. Úgyhogy van ám ezen a fatelepen forgalom, tehát jól mondtam ezt a múltkor is. Hát az állomás épület az mindig ott van, hát ott nem sok minden változott. Amit a múltkor nem mutattam be, ott van rajta még a leltári szám is. És ez a WC. Hát szépen néz ki, mit ne mondjak. Igen, hát ott a hagyományos potyantós vecsi van itt. Hát én oda be nem megyek. Ki tudja, milyen szag lehet ott. Női WC, meg valószínűleg ugyan arrébb van, és az is ugyanilyen. De mostában használtak, és azt nézzétek, aki azért nem kis teherforgalom van innen. Áll bent 1, 2, 3, 4, 5, 6 teherkocsi. Sőt, még ott hátul is van legalább 4. Tehát vagy 10 fával rakott teherkocsi már itt van. És ezek már tényleg így össze vannak készítve, ez már csak a dízel mozdonyra vár, ami elviszi. Úgyhogy ez nem is kis forgalom. Na és aminek később ugye utána is néztem, meg műholdképeket is láttam, hogy itt az első vágány, itt a rakodó is elkanyarodott erre homokterenye fele, és az ott később arra fele egyesültek. Csak ugye itt ennél a gazdám, akkor se tudtam rajta menni. De itt van a homokterenyei szájvonal kiágazása, most már napos időben is meg tudom nektek mutatni. Hogy itt elvesznek a gazban, de igen, a Mátra Mincenti első vágány is, ami a rakodóhoz vezetett, ugye ott a másik oldalt ágazik ki, az egyenesen ment úgy tovább, tehát és ott csatlakozott be a homokterenyeibe. És érdekes módon egyik sincsen bekötve itt ezért a KK-polna felé a vonalba, tehát ezt már akkor se tartották fontosnak, hogy errefele is bekössék. Viszont másik irányba két vágány is be van kötve oda homoktelenje fele. Valószínűleg egyébként ott az akkoriban üzemelő sok szénbánya miatt kellett oda ekkora, meg eleve a vasút is azért épült. És hát miután a szénbányák bezártak, már nem maradt csak a gonzgyárnak a forgóvázát gyártó üzeme, és az is csak 1995-ig, ahogy romlott a pályaállapot, már utána ők is leálltak a teherfuvarozással. És igen, itt vannak a fával megrakott evaskocsik. Hát látjátok, van egy pár. És még ott előrébb is volt 6, tehát. Tehát lesz innen mit elvinni. És akkor előre tovább. Ja. Homoktelenje fele kiágazó szájvonalat azt már bejártam. És akkor most lehet tovább haladni, hogy a következő állomásra most nem is emlékszem is oda. Hoppá. Fekete hangyák, vagy nem tudom milyen hangyák ezek, de elég sok van belőlük. Ezt nézzétek. Valahol itt lehet egy hangyagolja környéken. Mindegy. Végül is nem bizony vödös hangyák, az biztos, mert azok tudnak egyetlenül csípni. És ott van egy áteresz a távolba. És lássátok, itt van az áteresz. Ezt nézzétek, itt van a Mátra Mincenti bejárati jelző a másik oldalon, ahol viszont alakjelző van, nem fényjelző. Hanem a másik oldal fényjelző volt az előjelző is, meg ez is. Itt viszont alakjelző van. Ez viszont nem tudom miért van. És a vasaljak is eltűntek innen, mert alfák vannak, meg betonaljak így vegyesen. Ez például egy frissen cserélt alfa lehet, vagy legalábbis sokkal újabb, mint a régebb óta beépítettek. És hát hol talpa, hol betonalj viszont, tehát eddig tartott a vasaljas szakasz valószínűleg.
Bár már ilyet nem mondok, mert egyszer-kétszer már mondtam, hogy akkor a vasaljak eddig tartottak, aztán utána megint csak találkoztam velük. Látjuk, hát itt ja, voltak távíró póznák is, de azokat már eltüntették. És akkor ezt nézzétek, ismét egy erdei szakasz következik. Hát csak előre, egyenesen. De itt legalább hűvös van. Arról jöttem, és itt kezdődött az erdei szakasz. Mondjuk ez az erdei szakaszok azok sokkal hangulatosabbak. És pláne, hogyha nem bozótharcárán kell előre jutni, akkor még inkább. És a fák azok adnak némi árnyékot is. Úgyhogy tökéletes. Itt ezek kényelmes, túrázós útvonal mondhatni. Most így. És még szerintem olyan kb. 2,5 kilométer, mivel jön a következő állomás Mátra-Balla talán. Nem tudom, de... Csak most felraktam a telefon tölteni, és benn van a táskába a töltőn, úgyhogy most nem tudom megnézni, de egy kicsit ha még hagyom, hagy töltődjön, mert majdnem teljesen lemerült. Úgyhogy már megint kezd tönkre menni az aksia, de hát már 4 éves a telefon és az aksia is. Az új aksi is megvan már 1 éves, amire kicseréltem. Úgyhogy nem csoda, ha már nem bírja. Ott valami átszaladt a sineken, ami nem tudom, hogy mi volt. És közben itt vagyok a 111-es szelvénnél, tehát a mindegy. És az egyben azt is jelenti, mert az már a 110-es is azt jelentette, hogy a vonalnak az 1/5-e már bejárva. Vagy 55 km hosszú, tehát az 1/5 része megvan. Itt most éppen átsétálok egy átereszen, ahol szintén ellopták már a korlátokat. És egyébként érdekes, mert itt víz nincs. Vagyis hát van valami, ez szerintem valami átterület lehet. Hát... Lekukkancsunk. Hát nem, csak ennyire. És valahol a 120-as szelvény környékén, benne az erdőbe. Én nagyjából az erdő közepén. Szép. És itt megmaradt egy távírópózna. És egyébként meg tényleg gondolom, hogy ez a Mátra körülbelül. Úgyhogy ez igazi túraútvonal. Annak is tökéletes. Itt a mátrai erdőkbe. Gyakorlatilag rövid egyenes szakasz után most balra ível a pálya. És valahol a 120-as szelvény környékén járok. És úgy emlékszem, hogy 3 kilométerre van a következő megállóhely, vagy állomás. De majd lassan megnézem a telefonba is. Szerintem megyek még 1 kilométert, aztán majd utána. Addig végül is ráér. Hát itt, ameddig az erdőből nem jön ki, addig itt úgyse. Jön másik, tehát az erdő közepében nem hiszem, hogy lenne megállóhely vagy állomás. Bár van olyan vasútvonal, ahol van. Ugye a 11-esen a Bakony vasútnál a Porvacseszteki vasútállomás, az konkrétan a Cuhavölgy közepén van. Ugye ezt nézzétek, itt van az ív, és az is jól látszik, hogy nem vízszintes a pályatajás, azért ezt hívják aztán, hogy jól viszont túlemelésnek, hogy oldal talán jobban látszik, hogy egy kicsit az egyik ilyenből jobban meg van emelve a töltés, hogy stabilabban menjen rajta a vonat, még nagyobb sebességnél is. De ennek majd utána fogok nézni, hogy pontosan mi az oka, de látni ilyet mondjuk az esztergomi vasúton, amit frissen újítottak fel ott is. És egyébként éppen benne vagyok az ívnek a közepébe. Látjátok, a 122-es szelvénykő ott van. Tehát 12,2 km-t jöttem már Kisterenyétől. És 55 km-re van Kárkápolna. Hát a következő megálló, az meg nem tudom hitre, hogy mennyire van. De hát rendegy, hát haladok. Hát a sideg mentén megyek, akkor nem tévedek el még az erdőbe se. Közben megérkeztünk a 130-as szelvényhez, tehát pontosan 13 km vonatot, és ott egy András keresztes útát járó. De még szerintem azért mindig az erdőbe, tehát az csak egy erdei utat jelez, tehát nem azt jelenti, hogy kiérek az erdőből, hogy addig elmegyek. Viszont már Mátra-Mincentől is jöttem 3 km-t. Ugye a 100-as szelvény az már Mátra-Mincenten túl volt. Aztán mindjárt akkor kiderül, hogy pontosan hova jutottam.
tehát egész jó tempó ez. Mindjárt akkor majd mindjárt jelentkezek, mert szerintem ott majd lesz valami. Akkor lássátok feleim, itt vagyunk már körülbelül egy 3,5 kilométerre Mátra Ballától. Egyébként innen jöttem, ismét egy ív. Hát itt egy kicsit ilyen kanyargós lesz a pálya. A helyzet az, hogy most megnéztem a menetrendet, hogy ezért Recsktől, ami körülbelül a vonalnak a fele, 16-25-kor indul busz vissza, de hát az 40 perc múlva, és azon a legmesszebb, úgyhogy az már esélytelen, azt nem fogom elérni. Viszont 16-50-kor indul egy busz Mátra Ballától, ami kb. 3,5 kilométerre van. És ha azt elérem, akkor azzal már 7:30 fele otthon vagyok. Viszont ha nem, akkor csak 19 órakor indul a következő, az utolsó, amik az a lehet. És akkor viszont a Salgótarjánig, és ott még át kell szállni vonatra, 60-tól a pótlóbuszra, és csak úgy tudok hazamenni, ami egy kicsit több idő lesz, de se baj. Tehát, hogyha nem érem el a Mátra Ballán a 16-50-es buszt, hát olyan 3 kilométert kéne, vagy hát 3 és fele, de lehet, hogy 4-et is, mert még a városba is kell mászkálni, és meg is kell találni a buszmegállót egy óra alatt, akkor viszont elmegyek Mátra Devecskéig. Ami egy picit több, hát azért 6 kilométerre több, de akkor lesz rá idő. És akkor ott fogok felszállni a buszra. Ami egyébként ugyanaz. Úgyhogy meglátjuk. Úgyhogy vagy Mátra Balláig fog tartani a séta, vagy Mátra Devecskéig. Viszont ha Mátra Devecskéig lesétálom, az már 23 km, akkor már 32 marad csak, amit akár már egy nap alatt is le lehet tolni. Végül is már ma is jöttem 13 és felett körülbelül. És hogyha korábban indulok, még majd kivettem volna 2 órával korábbi vonattal, hanem hamarabb fölkelek, és akkor még bőven lett volna idő. Nem, és hát a Mátra Devecskéig nem is, de olyan 20 km szinten simán le lehetne úgy sétálni. Tehát végül is. De már még eddig sejtem rossz tempón, pont itt van a 135-ös, és azt írja, hogy 17 km-re van Mátra Devecske, tehát 3,5 km van még vissza. Hát mondom, az se baj, hogyha azt lekésem, mert Mátra Devecskén úgyis el fogom érni. Úgyhogy azzal már nem lesz probléma akkor. Illetve a kettő között is van egy megálló, ahol szintén föl lehet szállni ugyanarra a buszra, úgyhogy semmi probléma. Akkor maximum addig megyek. Hát akkor most lehet, hogy kicsit meggyorsítom a dolgot. Egy kicsit gyorsabbra veszem a tempót, és akkor biztosan meg lesz. Meglátjuk, hogy sikerül. Majd fogok jelentkezni, és úgyis megtudjátok. Na ezt nézzétek, kijöttem az erdőből. Ként a 151 szelvényt azt nemrég hagytam el. Nem semmi egy táj. Ez a Mátrának a szépségeik azért tartozik. És akkor közben már Mátra Ballán vagyok, 161-es szelvény, és vége az erdei szakasznak. Előttem van egy fénysorompós átjáró, és a háttérben már látszik az előjelző is, ami itt fényjelző. És akkor ezt nézzétek, itt még a távíró vezetékek is megvannak, és ott van az előjelző, fényjelző szintén. Ott egy szarvas. És ott a... Tehát kell, ott pedig még van egy szekér az, ami emlékmű, de most nem érek rá megnézni. És akkor megérkeztünk a főjelzőhöz. Innen már az állomás jön. Közben akkor ez lenne a Mátra Ballai állomás, de most nem érek rá jobban megnézni, úgyhogy csak így... Nem tudom, hogy... Hát látszik, hogy 3 vágányos legalább. A háttérben ott a peron, viszont nekem meg sietni kell, mert mindjárt itt a busz, úgyhogy és még meg is kell találni a megálló, de tudod, itt van 500 méterre, úgyhogy az már semmiség ennyi gyaloglás után, és van még 10 percem elérni. Ha minden igaz, akkor a főutca 87-es buszmegállóból kell mennem, úgyhogy gyakorlatilag arra van időm, hogy azt megtaláljam aztán spudi. De térkép szerint erre kell jönni, és majd a következő utcánál kell letérni. De hát akkor azt mindjárt kiderül. Majd még lehet, hogy a buszra is fogok jelentkezni. Meg egyszer valahol át is kell szállni, azt majd, ha már rajta leszek a buszon, akkor azt is megnézem, hogy hol. És utána viszont meg már egyenesen a stadionokig fogok menni. De hát majd beszámolok nektek, hogy sikerült. Köszönöm.
fordítva vehetünk, ami a 84-es vonal, és a csapatjuk a 461-es disznóval. Ez az újfajta Credo busz, a PIG-461 rendszám, úgyhogy ismertem nevén a disznó. És itt van egyébként a 84-es vasatjuká. És akkor itt vagyunk Recsken, Recskó TP megállóhely, és mindjárt jön a másik busz, amire át kell szállni. Van szemben egy kóp is, meg egy dohánybolt is, de most nincs időben menni semmit venni, mert egy perc és itt a busz. Úgyhogy nem kockáztatok. Úgyhogy innivaló még van, ennivaló nélkül meg kibírom a stadionokig, mert muszáj. Úgyhogy ez van, előbb-utóbb jönni fog a busz, aztán megyünk tovább. Közben megérkeztem akkor. Nézd, visszaadt az Őrs és környéke, és akkor már lassan gyalogolok hazafele. Úgyhogy sikeresen megérkeztem a stadionokra, mert itt akkor most gyorsan át is megyek, ameddig nem jön senki. Úgyhogy nem éppen szabályosan, de hát, hogyha nem jön senki, akkor ezt is meg lehet oldani. Úgyhogy innen már csak haza sétálok. Közben még beugrottam a KFC-be kajáért, mert vagy nem tudom, hogy otthon van-e egyáltalán még kenyér, vagy... Úgyhogy ennyi lett volna ezek sonalbejárás, hamarosan otthon vagyok, hogy ezzel még megnéztétek. Sziasztok!